Noha több szempontból is más év volt 2020, mint a korábbiak, a koronavírus járvány Tiszadobon nem vetette vissza a munkálatokat, fejlesztéseket, és a korábban tervezett célok meg tudtak valósulni. Ezek részeként nagy kapacitású forróvíz előállító rendszert építettek be az üzemi konyhába az ehhez szükséges napkollektor rendszerrel. Felújították a település óvodáját, ahol szigeteltek, az összes nyílászárót kicserélték, és erre az épületre is került napkollektor. Turisztikai beruházásokból sem volt hiány Tiszadobon, felújították a helytörténeti gyűjtemény épületét, a szabadstrand területét pedig egy új kiszolgáló épület komplexummal bővítették. A strand fejlesztése jövőre tovább folytatódik. A tanyagodnagi szolgálatnak nyertünk egy mikrobuszt, ami szintén még az idei pályázatok közé tartozik. Az idei pályázatok közé tartozik, amit szintén sikerült befejezni, egy belterületi útpályázat, 30 millió forintot nyertünk erre, és ezt a belterületi útat fel is újítottuk ebben az évben. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a település nagyság rendjéhez, lakosság számhoz képest ezek a eszközbővítések, ezek a felújításbővítések megfelelnek a település jövőképének. Ez utóbbiban pedig újabb tervek szerepelnek. Pár éve pályáztak egy település karbantartó rendszerre, amelyet végül az elmúlt hetekben nyertek el 15 millió forint értékben. A gépsor az Andrássy kastély környékének rendben tartását is szolgálhatja a jövőben. Van egy megnyert bölcsődő pályázatunk, amit indítani szeretnénk ebbe az évbe, és gyakorlatilag szeretnénk megvalósítani. Van egy 108 millió forint értékű úgynevezett külterületi útpályázatunk, aminek az indítása, ugye a operatív indítása, gyakorlatilag kivitelezési munkák átmennek a következő évre, és hát ezekkel a dolgainkkal gyarapodnánk 2021-ben. A gépjárműadó elvételét Tiszadob is megérezte, ahogy a járványügyi intézkedések is nyomot hagytak a nagyközség költségvetésén. Különféle eszközök és a védekezés szolgáló anyagok beszerzésére 7,5-8 millió forintot költöttek, ezt részben az elmaradt rendezvényekre elkülönített forrásból oldották meg, de 4 millióval még így is meg kellett oldani az összeget. A polgármester beszámolt arról is, hogy jó szolgálatot tett az elmúlt hónapokban a település családsegítő szolgálata. Ezen keresztül segítették a helyi időseket a járvány közepette.